Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, vagy ha stílszerűen idézni akarom riportalanyomat, akkor nagy szeretettel köszöntöm talán a hallgatókat, de most már a tévénézőket is. Ugyanis a műsor vendége Bokányi Zsolt Boka, akit hát vendégként mutatok be, holott legalább olyan otthon vagy, mint én. Nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, hogy akkor az idézet megálljon. És egyébként igen, de akkor ezek szerint figyeled a tévéműsoraimat, mert nagyon sokszor előfordult, hogy a televízióban dolgozó nagy szeretettel köszöntöttem a hallgatókat, és rengeteg utómunka eredménye volt, hogy ezek nem maradtak benne. Hát igen, tehát rádiós emberként gondolom neked is furcsa volt megszokni azt, hogy hát itt azért nem a hallgatókhoz, hanem inkább a nézőkhöz szólunk. És sokkal gyakrabban köszöntjük a hallgatókat. Egyébként persze, hogy nézem a műsoraidat, igazság szerint most itt az ideje, hogy eláruljam, hogy az egyik rajongód vagyok. Úgyhogy nagyon szívesen hallgatom a rock'n'rollt, mert hogy tessék figyelni, rock'n'rollról lesz szó. Nagy szerencsénk van itt Székesfehérváron, hogy egy nagyon maximalista profi rock'n'roll zenészünk van, mert országosan kevés van, ugye jól tudom? Hát öreg szakma, kiöregedtek már azok, akik ezt művelték mondjuk úgy professzionálisan, és összességében véve sem divatja, sem hát potenciálja nincs egy kicsit, úgy érezzük ennek a szakmának, és akkor ugye ez meghozza azt, hogy lemorzsolódnak ezek a zenészek, akik eddig a rock'n'roll-ral foglalkoztak, de azt tegyük mellé, hogy mi azt az old school rock'n'roll-t képviseljük, tehát a tánczene, mert ugye a rock'n'roll maga a műfaj, nagyon érdekes, mert a Bon Jovi is rock'n'rollt játszik, az Aerosmith is rock'n'rollt játszik, és Elvis is rock'n'rollt játszott. Na, mi mondjuk azt, hogy az early, tehát a korai korszakát képviseljük, vagy képviseltem, vagy képviselem, ezt majd megbeszélgetjük itt adásban. De igen, tehát egyre kevesebben vannak az országban, akik már ezt a műfajt képviselik, de egyébként akik kitartottak hosszú időn keresztül, azok kiváló formációk. Tehát igazából az a néhány banda még, aki játssza a rock'n'rollt az országban, ők azt nagyon jól csinálják. Ha a műfajt akarjuk kiválasztani, akkor ha valaki rád néz, rögtön tudja, hogy ez csak Elvis vonal lehet. De miért pont ezt a zenei stílust választottad annak idején, és egyáltalán hogy jött az életedben a zene? Hát kettő válaszom van. Van a kincstári, tudod, amikor megszülettem a szülőszobába, 2-4 szólt, valami olyan rock'n'roll szerez szólhatott, és én megfertőzöttem. Az igazság pedig az, hogy édesapám elvitt a ma már nem létező gramofon hanglemezboltba, és megkérdezte tőlem, hogy elém rakott két bakelit lemezt, hogy melyiket szeretném. Egy Michael Jackson lemez volt, azt hiszem talán a Bad című albuma, és egy Elvis lemez, egy Elvis válogatás lemez. Igazából nem nagyon tudtam egyikről se, hogy kicsodák. Tehát nem ismertem Michael Jackson munkásságát, ez valamikor 80-as években volt, és nem tudtam Elvisről se, hogy kicsoda, de Elvisnek piros inge volt, gyönyörű, szép, lakkozott, fekete séró, elképesztően jól nézett ki, és azt mondtam, hogy legyen Elvis. És hazavittem ezt a bakelit lemezt, és onnantól kezdve kész, vége volt a történetnek. Én megfertőződtem ebben az időszakban, ez egy nehéz szó, tudom, nem nagyon szabad ilyeneket mondani, de tényleg ez történt, tehát én ott akkor konkrétan hát azt hiszem, hogy elköteleződtem a műfaj felé, és aztán utána volt a Komár Laci lemezekkel való találkozás, Hungária lemezek, és hát így jött ez az egész dolog, de egy Elvis bakelit volt az, ami meghatározta az egészet. Egyébként az élettehetségedről tudtál Elvis előtt? Most se vagyok róla meggyőződve igazából. Nem, hát nagyon sok hajlakos dobozt énekeltem tele különböző dalokkal. Nem volt ilyen, hogy tudok-e, vagy nem. Nem volt kérdés, akartam is, kész. Tehát, hogy azt, hogy tudok-e, vagy nem, az szerintem most se derült ki még. Először ének, ha jól tudom, és aztán dobgitár. Igen, hát én elsősorban én énekes pojáca akartam mindig lenni, tehát ez a frontember szerepkör engem nagyon vonzott, és igen, én énekesként Tóth Hédinél kezdtem el énekelni, aztán végül is, tehát hogy azért nyilván foglalkoztam magammal, a hangommal, a hangképzéssel, és Tóth Hédinél az utolsó zseppénzemet is félretéve mentem hozzá, és a kajapénzeimet, meg a zseppénzeimet félretéve fizettem az énekórákat. Aztán kicsit gitároztam is, tanultam még nagyon keveset gitározni, de hát nem vagyok egy legenda, ilyen gitáros legenda, és dobos legenda se leszek, bár alapvetően különböző dalokat azért el tudnék dobolni. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy eljussál oda, hogy zenekar? Hát nagyon érdekes, mert én tulajdonképpen még mit sem tudtam a zenélésről, már zenekart alapítottam, tehát azt sem tudtam, hogy mi fán terem ez az egész.
és már zenekart alapítottam. Volt az ősi, a leges-legelső szerintem, nem is tudom, ezt valaha is beszéltünk róla, volt egy koktél nevezetű formációm. Hát talán így a 80-as évek vége fele lehetett, négyen voltunk, nem volt basszusgitárosunk, és Fodor Zsigmond Cirál, a kiváló képzőművész Zsigmond Arankának a fia, aztán Kis Balázs dobolt benne, és Róth Andris volt a billentyűs, és én magam énekeltem, és nem volt basszusgitárosunk, és így elmentünk, az IFI házba volt egy ilyen Ki mit tud, ez gyakorlatilag a mostani énekes tehetségkutatóknak volt az őse, egy Ki mit tud, és kegyetlen zsűri volt, tehát olyan zsűri volt, hogy Vörös Tamás, Mohai Tamás, Viktor Máté, és talán Mohai Győzöm, azt hiszem, és talán 5-6 zenekar volt, akik így játszottunk, és mi az Éjféli Blues című dalunkkal mentünk oda, hát szerintem nagyon rossz lehetett, tehát alapvetően ezt most már utólag mondhatom, és a végén a zsűri elnöke mondta, hogy akkor a zenekarok jöjjenek fel egy ilyen felső szobába, megbeszéljük, hogy mit, hogyan kellene csinálni a jövőbe, majd pedig ránk mutatott, és mondta, hogy nektek nem kell. És aztán feloszlott a zenekar, tehát gyakorlatilag így indult a pálya. És de nem tört le a dolog? Nem, mert nem adtuk fel, mert tudtuk, hogy rosszak vagyunk, de gondoltuk, lehet ez már valamivel jobb. Hát sejtettük, hogy rosszabb már nem, tehát nem adtuk fel. És aztán, bár ez a banda szétugrott, és aztán jött a Rövid Zárlat nevezetű zenekar, ahol Kis Bazsi és jó magam, hát tovább mentettük azt a hatalmas rutint, amit ebben az egy alkalomban összegyűjtöttünk. És aztán így megalapítottuk a Rövid Záratot, ott Veréci Gabi, Veréci Zoli, Majoros Bandi, akit egyébként te is ismersz. Így a testvéreket is, igen. Természetesen mondjuk ki, ugye ők aztán a Kokolokóba, mit így tett van, tovább. Igen. Tehát Godó István, hogy ki ne felejtsük, tehát így indult el a Rövid Zárat zenekar, ami aztán már egy lényegesen sikeresebb történet volt, és ott már akkor elkezdtük az országba is a csavargást, nagyon jó helyeken játszottunk, Petőfi Csarnokba, Közgázon, tehát nagy bulikat csináltunk már, és aztán ezt követte a Honvédség után a Sárga Taxi. Amit a legtöbben ismerünk igazából, és én azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy meg is álljunk a beszélgetésben egy kicsit, hogyha eljutottunk a Sárga Taxi, akkor nézzünk meg egy klippet, igazi csemege. Jambi,
hiába nagyon tudott ez a Komár Laci, azaz Bokányi Zsolt, akivel folytatjuk a beszélgetést. Érezhető volt a klipben, hogy milyen hatással volt rád Komár László. Igen, hát nekem ő volt a rock and roll énekes. Egyébként nagyon érdekes, hogy amit mondasz, mert még a másik rádióban szintén együtt dolgoztunk annak idején, volt egy játékkérdés egyszerűen, telefonos játék volt, hogy talán pont ezt a CD-nket lehetett megnyerni, és akkor hívjanak fel azok a hallgatók, akik tudják, hogy ki a Sárga Taxi zenekar énekese. És rengetegen hívtak, és mondta Komár László. De hát nyilván abban az időben annyit dolgoztunk együtt a Komárral, hogy hát összenőttünk, tehát megcsináltunk egy ma már nem létező slágereket játszó rádiónak a turnéját is, megcsináltunk hát számtalan koncertet, tévés, rádiós műsorokat, közreműködtünk a Kell a nő című lemezén, úgyhogy igen, tehát Komár Laci volt az, akit én gyerekkoromban, tehát kiskamaszként, vagy már nagyobb kamaszként is elkezdtem hallgatni. És egyébként nagyon érdekes, hogy a Laci esetében nem csak az ő hangja dominál, tehát azért sose felejtsük el, hogy mögötte Solti János dobolt, Presser Gábor zongorázott, Faragó Judy István gitározott, a szkampolós legenda, és olyan vokálkórus, mint a Viktor Máté vezette vokálkórus volt mögötte, aztán később Malek Andreáék is vokáloztak, tehát a Komár feeling, a Komár stílus az valami elképesztő jó zenészekkel és produkcióval volt megtámogatva. Hát olyan fúvós kar volt, ami akkor annak idején csak a Magyar Rádióban szólalt meg. Tehát zseniális muzsika volt. Egyszer csinálunk egy Komár emlékműsort, de most térjünk vissza a te zenei pályádra, ami tulajdonképpen elképesztően tudatos. Tehát azért van olyan, hogy összeállnak zenekarok és elzenélgetnek a városukban, a megyéjükbe, de ti ugye említetted, hogy a nagyvilágban elindultatok, legalábbis az országban mindenképpen, de ha jól tudom, külföldön is jártatok. Klip már ilyen korán, tehát azért az is ritka, hogy ennyire az elején egy csapat elmondhatja, hogy saját klipje van, uh-huh. És emlegettél CD-t is, tehát tényleg tudatosan építetted ezt a dolgot. Ez jó, ennek örülök, hogy ez így kijön, vagy ezt így megérezted, mert ennek a tudatosságnak egyébként hatalmas ára is volt, tehát igen, én jó magam mindig nagyon tudtam, hogy mit akarok csinálni, és hogy merre akarok mozogni, és a legnagyobb bajom az volt, hogy egy zenekarról beszélünk, ahol ha egy ember tudja csak, hogy mi az irány, a többit pedig neked kell húzni magaddal folyamatosan, és rendezni bennük is a gondolatokat, az nagyon nehéz. És én bizonyos tekintetben mindig ott voltam egy kicsit befékezve, hogy nekem előre is kellett gondolkodni, menni, húzni rettenetesen a történetet, és közben akik velem zenéltek, őket is meg kell győzni, hogy fiúk, most az a helyzet, hogy egy másik sebességbe kell kapcsolni. És ez nem mindig sikerült, és mikor készültünk erre a beszélgetésre, mondta is, hogy rengeteg zenész megfordult mellettem. Igen, szóval, tehát azért ennek a céltudatos létezésnek volt egy hozadéka, hogy sajnos ezt nem mindenki tudta fölvenni, ezt a fordulatszámot, és nagyon sokan nem is értették, hogy miért kell annyira menni előre. Amikor még Székesfehérváron tulajdonképpen leginkább kazettákon adtuk így a hanghordozókat egymásnak, mi 98-ban, 99-ben már CD-t gyártottunk. Irgalmatlan drága volt egyébként, nagyon-nagyon nagy stúdiómunka is, és sok minden előzte meg, de én úgy gondoltam, hogy ha most mi is elkezdünk kazettánk is, tehát nem arról van szó, de én azt mondtam, hogy ha valamit akarunk, akkor lépni kell, és haladni kell előre. És ez a céltudatosság, igen, ez egy nagyon fontos része annak, hogy valamit el tudj érni, valami produktumot le tudj tenni az asztalra. Hát az már egy másik kérdés, hogy sajnos ennek azért van hozadéka, amit meséltem, tehát olyan típusú hozadéka is, hogy nem mindig értik a veled lévők sem, akik veled együtt vannak, hogy miért is fontos ez, és aztán, hát igen, sajnos voltak emberek, akik jöttek-mentek. Nem véletlenül használtam azt a kifejezést a beszélgetés elején, hogy maximalista, hiszen azért valahol ez látszik. Többek között azért is, mert amellett, hogy beszéltünk klipről, egyebekről, a megjelenésben is nagyon fontosnak tartottad, hogy arról szóljon, amiről énekelsz, vagy amit énekelsz. Ez főleg a korai korszakunkra volt jellemző, hogy én azt nem tudtam elképzelni, hogy még a zokni is ne stimmeljen a műsorhoz. És ezt most mosolyogsz, de komolyan. Tehát fekete-fehér kockás zokniba léptünk fel. Meghatározott kiegészítőink voltak. Szóval, tehát én ezt tényleg próbáltam olyan komolyan venni, amennyire csak lehetett. És hidd el, hogy nem magam miatt, tehát nem csak magam miatt, hanem én úgy gondolkodtam, és azt gondoltam, hogy azok az emberek, akik megnézik a mi műsorainkat, koncertjeinket, televíziós szerepléseinket, vagy egyáltalán fotókat, bármit,
azok érezzék azt, amit mi tovább akarunk adni. Tehát ezt igazából mindig a közönségnek csináltuk. Nyilván bennem ez bennem volt, tehát én ilyen voltam. A többiek azért nem egyértelműen jampik voltak. Én ilyen voltam, nekem nem volt túlságosan megterhelő a színes zakó. Nekik néha igen. De én mindig azt mondtam, hogy ha profin csinálunk valamit, akkor a közönség azt kell kapja, amit vár. Tehát ha te elmész egy rock and roll koncertre, akkor ott azt várod, hogy az úgy nézzen ki, olyan legyen, úgy szóljon. És én ebben azért nem ismertem kompromisszumot. A Sárga Taxi nem ritkán szerepelt országos televízióban, és rengeteg sztárral találkoztál, Komáron kívül is, Fenyő Miklóssal például. Fenyő Mikivel az első találkozásunk az egy óriási élmény volt, hiszen Herenden, az ottani porcelángyárnak a valami, nem tudom, jubileumi rendezvényén játszottunk. Sárga Taxi és Fenyő Miki volt a saját zenekarával, és a rendezvény turné menedzsere bejött hozzánk az öltözőbe, és kérdezte, hogy szeretnétek-e esetleg a Fenyővel játszani. Hát szórakozol, hát ki ne szeretne, aki a rock and roll. És akkor mondta, hogy ha gondoljuk, akkor a Csavart fel a szőnyeget című dalt együtt elnyomhatnánk. És akkor bejött a Fenyő Miki, ugye mindjárt azon vigyázva álltunk, tehát hogy előjáró érkezik. És akkor sose fogom elfelejteni, megkérdezte, hogy melyik verziót ismeritek. Hát mi ugye kettő verzióban rögzítette, volt egy olyan, van egy korai korszak a 70-es évekből a Miklóstól, és van egy újabb verzió 2000-es évek környékén rögzített, és mondtuk, hogy bármelyiket, és akkor mondta, hogy na ez a beszéd, és akkor fölálltunk a színpadra, és gyakorlatilag elnyomtuk, óriási siker volt, hatalmas élmény, aztán utána találkoztunk abban napokon is jobbra-balra, De hát szóval egy Fenyővel vagy egy Komárral együtt játszani, együtt létezni, igen. Tehát ezek nagy dolgok. Egyébként rettenetesen jó választás volt a zenekar neve is. Sárga Taxi, ez tiszta rock and roll. Még akkor is, hogyha most ismét vannak Sárga Taxik. Igen, és egy nem hiszem, de milyen banális véletlen volt. Takács Attila szobájába bandáztunk, ott volt a zenekar, és mi legyen a nevünk, és mindenféle dolog eszünkbe jutott. És az Attilának volt egy Yellow Cab nevezetű ilyen valami cipője, vagy nem tudom micsoda, föliratozva, és akkor mondtam, hogy miért nem fordítjuk ezt le? Hát Yellow Cab, hogy a Sárga Taxi tulajdonképpen, hát mi lenne? És akkor Sárga Taxi, forgattuk egy picit magunkba, és igen, ez az, meglett a név. Könnyen azonosítható, jó kommunikálható, színes, tényleg ugye ezek a nagy ormótlan, nagy rock and roll taxik jutnak mindenkinek az eszébe, úgyhogy így a névválasztás szerintem is jó lett. Nyilván nem most fogalmazódik meg bennem először, de úgy érzem, mintha két személyiség lakna benned. Ez a skizofrén állapot, igen, ez ilyen sajnos. Az egyik az a laza Jampi, aki hát a rock and roll lazaságát hozza, a másik az a munkás ember, aki komolyan veszi a színpad mögött ezeket a dolgokat, és az emlegetett maximalista. Aha. Nem nagyon megy ez másképp. Tehát az az igazság, hogy van nyilván egy állarc, amit fölveszünk, amikor fölmegyünk a színpadra, és akkor csináljuk az nem véletlenül mondtam itt a műsorain a pojáca kifejezést, mert ma már egyébként néha úgy érzem, hogy kicsit pojáca is ez a történet, tehát, és ma már egyre kevesebbet pojácáskodok. És igen, van mögötte, ami nélkül nem működik, hát hiszen mi nem voltunk abban a szerencsés helyzetben, hogy van egy menedzserünk, vagy volt egy menedzserünk, vagy volt egy olyan csapat, egy olyan tím, aki ezt az egészet csinálta. Mindjárt más lett volna a helyzet, ha nem nekem kell megvívni a szervezőkkel, a gázsi átutalások miatt, a stúdiózással, a zenészekkel, hanem van egy menedzser, és akkor ez az ő, ez, sajnos ez mind rám szakadt. És én viszont hát fölvettem a kesztyűt, és akkor azt mondtam, hogy akkor jó, akkor csináljuk, mert nincs más választásunk. És igen, lett egy ilyen kettősség a történetben, hogy nekem föl kellett állni a színpadra a Bohócnak is, meg közben mellette csinálni kellett a produkció összes háttérmunkáját, mert nem nagyon működött másképp. Sikeresek voltatok, mégis a Sárga Taxi egyszer csak megszűnt, és jött egy újabb. Igen, hát a Sárga Taxi majdnem 11-15 évig ment, azt hiszem, de azért a vége felé már nagyon nagy volt a jövésmenés a formációban. Olyanok voltunk, mint a Real Madrid, tehát így folyamatosan sorokat cseréltünk, és akkor így rengeteg ember jött-ment, és akkor a végén már úgy voltam vele, hogy tehát nekem mindig a közönség volt a fontos, nekem mindig a mércém a közönség volt, a közönség reakciói, az, hogy mennyien, hogyan, milyen módon követnek bennünket,
És én akkor azt mondtam a végén, hogy mivel már a 98-ban kiadott lemezünk kapcsán senki nincs a zenekarban, és ha valaki eljön most és megnéz bennünket, és hoz magával egy olyan CD-lemezt véletlenül, és keresi a borítón az embereket, hogy na az hol, nem találja meg, és akkor azt mondtam, hogy bár tudom, hogy sok zenekar működik úgy, hogy nem tudom én, 5-6 is fordul a teljes zenekar, de én azt mondtam, hogy nem csaphatjuk be a közönséget, és akkor úgy döntöttem egyébként, hogy akkor 15 év az pont elég, és akkor itt be is fejeztük. Jött a Boka és a Klik, de el kell jutnunk oda is, hogy tulajdonképpen miért is ültünk mi le itt beszélgetni, hiszen két nagy dolog van, amit most be tudsz jelenteni. Az egyik az a klip, amit látni fogunk majd a beszélgetés végén, de miért jött létre az a klip? Ez itt egy fontos dolog. Igen, hát akkor jött a Boka és a Klik. A Boka és a Klik gyakorlatilag egy nagyon rövid életű történet volt egyébként, de annál szebb dolgokat hozott. A Boka és a Klik, ez egy szintén rock and roll formáció. Ott kicsit így elmozdultunk a rockabilis irányba, megjelent egy CD-lemezünk, ez a Rázd meg, baby, ahhoz is csináltunk egy videóklippet, és ami megint csak, ugye az előbb arról beszéltem, hogy abban az időben, amikor még nem volt CD-lemez, CD-lemezeket csináltunk, és akkor csavartam egyet a történeten, és azt mondtam, hogy akkor ezt adjuk ki bakelit lemezen is. Úgyhogy a Rázd meg, baby-t például kiadtuk bakelit lemezen is a bakelit gyűjtőknek. És aztán hát a Boka és a Klik nevezetű formáció is elfáradt egy viszonylag gyors időszak alatt, de ez alatt az idő alatt például Sir Cliff Richard egy album fotózásra minket választott ki, és most nem akarom a zenei szaklapnak a reklámját hozni, de közösen vagyunk Cliff Richarddal, vagy például Bill Haley lánya szintén úgy döntött, hogy velünk szeretne fotózkodni. Tehát ezek óriási dolgok voltak, de hát a Boka és a Klik is elfáradt egyszer csak, és hogyha azt mondom, hogy elfáradt, akkor lehet, hogy én fáradtam el egy kicsit már ettől a pojácáskodástól, amit már itt ugye sokszor említettem, és akkor így megérkezhetünk a kérdésed második részéhez, mi szerint igen, hát az új klipnek már az üzenete az, hogy ez a rock and roll arc, ez most valószínűleg egy picit megpihen. Régóta fontolgatom, régóta gondolkodom már azon, hogy hitelesen még egy öregedő félben lévő sörhassal. Lassan sörhassal. Jó, hát még nem a nyugdíjas klubban megyek innen, az tény. De én úgy vagyok vele, hogy amikor elkezdtük, akkor ilyen 20 éves srác voltam. Most meg már vagyok 30 is majdnem. Szóval, plusz áfa. Plusz áfa, igen. Szóval, hogy hitelesen még egy közel 50 éves ember színes zakókban, belőtt séróval, nem tűnik kellemetlen bohóckodásnak az egész, és én úgy döntöttem, hogy akkor maga a zene megmarad az életemben, hiszen nagyon sok egyéb projektet is csinálok zenei értelemben, de ezt a rock and roll időszakot, korszakos stílust, ezt egy picit ugye elengedem a fiatalabb zenészeknek, akikben talán még úgy tombol ez a rock and roll tűz, mint ahogy annak idején bennem is. Méltó legyen a búcsú, ezért készült kettő klip is, amiből egyet fogunk bemutatni. A saját szerzemény? Mind a kettő saját szerzemény, és ennek nagyon érdekes története van, mert még annak idején, egy olyan jó 5 évvel ezelőtt ezeket a dalokat már fölvettük, teljesen más célzattal. Aztán az élet úgy alakult, ahogy alakult, ezek bennmaradtak a fiókba, vagyis hát ott a szerveren, fönnmaradtak a stúdió szerveren, és valamiért néhány hónappal, egy fél évvel, évvel ezelőtt így elkezdtem ezeket így visszahallgatni, és így ennyi idő múltával is azt mondtam, hogy ezek jó dalok, hát jól szólnak, nehogy már ott elvesszenek, és aztán amúgy is úgy éreztem ezt a belső feszítést, amiről itt az előbb beszéltem, hogy lehet, hogy ezt a dolgot tényleg most egy picit le kéne tenni, abba kéne hagyni, szüneteltetni kellene, vagy tényleg végleg elfelejteni. És azt éreztem, hogy ez egy méltó búcsú lenne, ahogy te is mondtad, hogy akkor két ilyen dallal, egy rock and roll dallal és egy lírai dallal zárjuk le a korszakot. Megtörtént, elkészült a klip, most már egyébként itt nálad ebben a műsorban lesz bemutatva, akkor itt a Fejvár Televízióban először, de az interneten már útjára indult a Tánc utca 7, és van egy másik, ami pedig most ezen a héten pénteken indul útjára, remélem önálló életét nagyon szépen megéli majd, ez a Vallomás című dal, hát ami meg egy lírai szerelmes, ami meg megint csak nem áll távol tőlem. Nagyon sokat tudnánk még beszélgetni, de sajnos elfogyott az időnk, úgyhogy kedves nézőink, Bokányi Zsolt, Boka volt a vendégem, és akkor ezzel a bizonyos klippel búcsúzunk.
hetente hétszer, búgi-búgi szól egy ócska zongorán. A tánc utca hétben, hetente hétszer, búgira ráz a fiú és leány. Ez úgy kell nekik, mint a nyeremény a tombolán. A tánc utca hétben, hetente hétszer, felpörög az élet este nyolc után. A tánc utca hétben, hetente hétszer, megcsillan a flitter, ahogy ráz a lány. A tánc pár kettemben indulok, mert van egy kis város, mindenki táncol, szeretik a jó zenét. És van egy kis utca, pörren a szoknya, rázendít a beat zenész. Mindenki járja táncolva rázza, minden este nyolc után. Hívnak a fények, csábít az éjjel, ha megcsillan a holdsugár. És nem ér véget a tánc, ha mégis megpihennek, majd újra indul a tánc. Jó estét! Nem itt lesz a Rock and Roll Buli? Rock and Roll. Évek óta nem volt már itt rock and roll. Hol van az már?